Köszöntöm a Lélek televízió nézőit. Bemutatom Bernád Ilona szülésznőt, természetgyógyászt és szakírót, aki most az ő munkájáról beszélget velünk. Ilona, honnan jöttél, és milyen indítatást hoztál gyermekkorodból? Milyen élményeket hoztál, ami ahhoz vezetett, hogy nagyon jelentős természetgyógyászati gyűjtő munkát végez? Szeretettel, tisztelettel köszöntöm a Lélek TV nézőit. Én Marosvásárhelyről jöttem. Erdélyországban születtem a Kiskükülő mentén, és a családból tanultam a magyar népi orvoslást. Nagymamám tanított kislánykoromban, amint a mezőre jártunk, a gyógynövényekre, és a mindennapi élet során édesanyám, édesapám a gyógyélelmiszerekre, fűszernövényekre, vízkúrákra, imádságra, ráolvasásokra, köpőzésre, hőterápiára, ásványi sóval való gyógyításra, saját vizeletterápiára, kenésre vagy masszázsra. Én így indultam, és kislánykoromban mindig azt játszottam, hogy a babáim betegek, és azokat gyógyítottam. És ezért adtak a szüleim Marosvásárhelyre egészségügyi középiskolába. Később főiskolát végeztem, és 10. osztályban egy élmény hatására lettem szülészasszisztensnő. 14 évig dolgoztam ebben a szép szakmában, és tapasztalat útján a hivatásomat, a munkámat végezvén megértettem, hogy nagyon sok minden hiányzik a hivatalos orvoslásból. Én persze tisztelem a tudományt is, de mivel a családból megtanultam, hogy hogyan lehet magyarul gyógyulni és gyógyítani, és ugye a magyar természetgyógyászatot, hát ezért mindig visszagondoltam a nagymamám módszerére, és 90 után természetgyógyászatot tanultam, hogy úgy rálátásom legyen, hogy mi is van a világban. Sok hagyományos orvoslást is megtanultam, és egyszer volt egy felismerésem, olyan 10-15 év után, hogy én már csak a magyarral szeretnék foglalkozni. És ezért néprajzi képzésben vettem részt. Tulajdonképpen 2000 tavaszától az az én munkám, hivatásom, hogy járom a Kárpát-medencét, Moldvát, idős bába asszonyok, hüvesek, kenőasszonyok, csontrakó férfiak, gyógyítók, jóbeszédű idős férfiak, nőkkel beszélgetek. Eddig közel 900 emberrel beszélgettem, és azt kell mondanom, hogy az egész Kárpát-medencét, Moldvát összejártam. A könyveimben ezeknek a csodálatos embereknek a tudása benne van, és hol jártam pontosan, elmondanám, Kárpátalján, Felvidéken, Őrvidéken, Szlovéniában, Horvátországban, Vajdaságban, Magyarországon, Erdélyországban és Moldvában. És hiába szabdalmanak minket a magyar népességet és a magyar nyelvterületet mesterséges határok, teljesen egységes a Kárpát-medencének és Moldvának a bábasága, a gyermekáldással kapcsolatos tudása és gyakorlata, a konyhája, az egészségkultúrája és a népi orvoslása. Teljesen egységes. Vannak olyan hagyományőrző vidékek, ahol ez töretlenül él. Például Székelyföld, Zsákfalvak, eldugott falvak, Zoboralja, Felvidék, nagyon jó anyagokat gyűjtöttem, Délvidéken, Délbaranyában, Horvát-Szlavóniában, Erdélyországban, Mezőség, egy hagyományőrző vidék, Balcaság, Szilágyság, Máramaros, gyimesi csángók, moldvai csángók, hétfalusi csángók. Itt az ember még a régi szellemiséggel és életmóddal találkozik. Én tudom, hogy neked van egészségügyi képzettséged, természetgyógyász képzettséged, ismered más népek, más világtájak gyógyászati módszereit is, az ajurvédikus gyógyítást, a kínai gyógyászatból, ezt, azt, amazt. Mégis nagyon helyesen szerintem, és nagyon szívmelegetően a magyar gyógyászat felé fordultál. Röviden, hogyha összevetnéd ezeket a nekünk idegen, bár szép gyógyászati módszereket a magyar ősi gyógymódokkal, hogy ehhez képest a mi gyógymódunk, amit alig ismerünk, mennyire teljes? Igen. Nekem nagy bánatom az, hogy az orvosi egyetemeken tanítják a kínai orvoslást,
és a magyar nem. Tehát az jó, hogy tanultják a kínait, mert ugye ő energetikailag nagyon sokféle módszert megőrzött, amit sajnos mi magyarok egy részét nem őrizhetünk, mert betiltották, és ezt üldözték. De azért még nyomokban még mindig vannak gyakorlatok, és persze ez még él és gyakorolják. De én úgy gondolom, hogy a magyar embernek a magyar fűszernövény, a magyar gyógynövény, a magyar gyógyélelmiszer, a magyar víz, a magyar só és a magyar agyag azt használ külsőleg, belsőleg. Dr. Olá Andor, aki nekem példaképem, orvos, természetgyógyász és a népi gyógyászatnak a szakírója, ő is azt mondja, hogy minden népet és minden embert a saját rendszerében lehet meggyógyítani. És hogy rákérdeztél a más népeknek a hagyományos orvoslására és a miénkre, hát azt mondhatom, hogy én összejártam az egész világot, és mindig a hivatásommal és a munkámmal voltam Tibetben, Belső Mongóliában, Kínában, Indiában, Perzsiában, Görögországban, az arab országokban, Európa sok országában, Észak-Dél-Amerikában, és van egy olyan rétege a magyar népi orvoslásnak és a világ összes hagyományos orvoslásának, amely minket összeköt. Tehát ez egy egyetemes tudás, még az isteni kinyilatkoztatásból ered, és tulajdonképpen a hagyomány az isteni kinyilatkoztatásnak, a tudásnak az őre. Hamvas Béla nagyon szépen írja a Szent Tudomány, a Scientia Sacra könyvében, hogy az ég és a föld közötti állandó kapcsolatot tartja fenn a hagyomány. És a magyar nyelv egy isteni nyelv, egy teremtő nyelv, mi szentként kellene kezeljük a nyelvünket, és az egészség szavunk azt mutatja, hogy teljesség, vagyis szellemi, lelki, testi tisztaság és minden dimenzióban való élés. Az egész világnak a hagyományos orvoslása ilyen szemlélettel működik, archaikus, pszichoszomatikus, vagyis ősi, lélek és szellemi eredetű betegségekről beszélünk, és ennél fogva holisztikus, vagyis egész ember gyógyító. És a legősibb réteg, ami minket összeköt, úgy nevezzük, hogy pneumatan, vagyis shamanisztikus széltan, vagy szélterápia, amelyet még mindig lehet gyűjteni a Kárpát-medencében, Moldvában. Az első könyvemben írtam dolgozatot erről, és ez az a szimbolikus gyógyászat, amit valaha a tártosaink ezt gyakorolták, és ma még mindig gyakorolják a hagyományban élő emberek, mert a széllel, a lélekkel, a lehellettel, a világlélekkel, az életerő levegő, jelképek, gesztusok, szentelmények, fény, széljárta helyek, hangszerek, amelyeket a lehellet működtet, vagy szimbolikus tárgyak, tehát erről szól ez a gyógyászati réteg, emellett gyógynövénygyógyászat, jelkép, szimbólumterápia és csontkovácsolás. Tehát ez az, amire kérdeztél, hogy mi a rokon népek és a világban a hagyományozó népek és a magyar népi orvoslásnak a dióhéjban éppen elmondott közös rétege és tudása. Igen, és nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy végül is ezek egy közös forrásból merítenek, mert jót szoktam mosolyogni, amikor elkezdenek vitatkozni, hogy melyik volt előbb, ki merített melyikből. Hát egy közös forrásból merítenek. Ez olyan, mintha testvérek vitatkoznának, vagy unokatestvérek arról, hogy melyik származik kitől. És gyakorlatilag mindegyik ilyen hagyományos rendszerben, amelyik megmaradta maga teljességében, abban megvan az adott nép számára az, ami neki szükséges, és ami teljes. Én azt látom, hogy a keleti népek egy kicsit talán bölcsebbek, mint a nyugatiak, ha szabad így fogalmaznom, mert ők a régi világképbe, az ők rendszerükbe beleépítik a modern dolgokat, a modern felfedezéseket. Miközben a kommunista országokban ugye elvetették az ősi, a hittel átitatott, az Isten tudattal, a gondviselés tudattal átitatott világképet, hitet, családi közösségi életet,
teljesen szétesett az élet, és ők a mai modern életbe próbálják, vagy próbáljuk ugye a régi ősi dolgokat visszahozni. Ezért megy ilyen nehezen a változás, vagy a magyar népnek a gyógyítása, azt kell mondanom, és nagyon-nagyon szükséges ez, hogy mi magunkat, családunkat, közösségünket gyógyítsuk, és én úgy gondolom, hogy úgy tehetjük meg, hogyha mindannyian összefogunk. Én azt látom, hogy Magyarországon a legrosszabb a helyzet összefogás szempontjából. Én úgy gondolom, hogy sokkal több alázat kellene egymáshoz, és sokkal több szeretet. Mert régen is a magyarokat, hát mi híresek vagyunk arról, hogy mi a hitnek a népe vagyunk. Hát már a görögök is azt írták aszkitákról, hogy a legszebben imádkoznak Istenükhöz. És Csíksomlyó milyen hatalmas erő és összmagyar megmozdulás. Tehát ez valahol a lelkünk mélyén még mindig él. És úgy gondolom, hogy nekünk az a menekvésünk, hogyha szeretettel, alázattal összefogunk, és mindenki önzetlenül tesz valamit a nemzetéért. És az életet tiszteljük, ez nagyon fontos. Én azt figyeltem meg, jártomban, keltemben a Kárpát-medencében, hogy ahol a Jóistentől kapott életet, vagyis a gyermeket nem fogadták el, azok sajnos szolványvidékek. Én református vagyok, református faluban nőttem fel, de azt látom, hogy sajnos a református vidékek, amelyek ma szórványok. Tehát ezért szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy ha nem vállaljuk az életet, 7 millió magzatot meggyilkoltunk, mi is lehetnénk annyia, mint a lengyelek például. És nem mindegy, hogy hányan vagyunk a világban. És nagyon nagy baj, hogy az Isten áldást nem fogadták, és nem fogadjuk el. Ez az egyik nagyon nagy probléma. És ezen nagyon kellene változtatni. Tehát a családokat és az asszonyokat segíteni, hogy sokkal nagyobb biztonságérzetük legyen a nőknek, hogy gyermeket vállaljanak, a családok stabilabbak legyenek, valamint az önállóság. Régen is a magyar család, a magyar falu közösség egy önálló, egy önellátó közösség volt, és én úgy gondolom, hogy ez a mi jövőnk. Az, hogy a hagyományainkból merítkezzünk, és a családon és a közösségen segítsünk. Hát Ilona, szívemből szóltál, mert te nem tudod, de kedden az én előadásom nagyjából egészéből nem a szülészettel meg a népgyógyászattal, hanem a neveléssel kapcsolatban éppen erről szólt. Nem csak az születendő élet és a megszületett élet tisztelete olyan fontos, hanem azoknak a tisztelete, és szerintem ez is igencsak kiveszett, akik őrzik ezt a tudást. Tehát a régi öregeket, időseket nagyon megbecsülték a családban, és talán már ez is inkább kiveszőfélben van, pedig olyan tudást őriznek, amiket te megörökítettél, és ezért ragadott meg részben ezért is a te értékőrző munkád, mert hogyha ezt nem őrizzük meg most, nem írod le, nem adjuk tovább, akkor ez a tudás elvész, hiszen elmondtad, hogy volt már, hogy visszamentél adatközlődhöz, igen, csak ő már nem volt. Igen, igen. És te azt még le tudtad írni, amit előzőleg mondott. Beszélj kérlek ezekről a nagy öregekről, az adatközlőidről, és én lesz a tisztelet őket. Igen. Én azért vagyok olyan nagy tisztelői és szerelmes a magyar népi orvoslásunknak, mert orvosasszisztens vagyok, szülésznő, természetgyógyász és néprajzos. Tehát értem, amit csinálnak. A magyar népi orvoslás egy nagyon egyszerű rendszer, háromdimenziós rendszer, és azt mondhatom, hogy ezek a gyógyítók egyéniségek. Tehát különleges emberek, de hogyha elmegyünk egy hagyományozó vidékre, ott mindenki ezermester, a férfiak is, a nők is, és régen teljesen természetes volt a gyógyítás, vagy akár a bábaság. Tehát ugye otthon szültek az asszonyok, meg volt az asszonyközösségnek a támogatása, mindenki tudott valamilyen szinten gyógyítani. Volt, aki csak testi szinten, volt, aki lelki és testi szinten, a gyógyítók már szellemi, lelki, testi szinten. Tehát ez akár a gyógyítás is egy a mindennapokba beilleszkedett gyakorlat volt. És valóban vannak olyan asszonyok, akikhez már nincs kihez visszajárni. 2000 tavaszán kezdtem a gyűjtést,
és a gyógyítókhoz többször visszajártam. Tehát olyan emberek, például a délvidékre, a Vörösmarty füves asszonyokhoz, vagy felvidékre, azok a, az a négy asszony, aki nekem a tártos gyógyászatot elmondta, én azokhoz majdnem minden évben visszajártam. És ugye meséltem neked, hogy az idén nyáron mentem megint Horvátországba, és már az egyik nem élt. És valóban, akik a könyveimben, főleg az első, másodikban benne vannak, ők már nincsenek, tehát már nem lenne, akiket megkérdezni. De viszont azért nagyon sokan élnek, hála Istennek, gyógyítanak. Hát röviden, hogy milyen is ez a gyógyítás. Azt kell mondanom, hogy az egész ember szemlélő. A legnagyobb élményem Moldvában volt, amikor Demse Kati nénit megkérdeztem, külső Rekecsinben, egy ballada éneklő és gyógyító asszony, hogy honnan jönnek a betegségek. És Kati néni azt mondta, hogy a bajból. Megkérdeztem, honnan jön a baj, és azt mondta, hogy a bűneinkből. És mi úgy gyógyítunk, hogy imádkozunk. Imádkoznak, deszkünt állnak, ráolvasnak. Tehát a moldvai magyaroknak a gyógyítás, a legősibb gyógyítás, az archaikus imádságok és a gyógyító szertartások, valamint a gyógynövényfürdő. Ez a legrégebbi rétege, meg a lisztes, meg a hamus gyógymódok, meg a zsíros, a zsírral kapcsolatos gyógymódok, hát ez a gyógyászatnak az ősi rétege. Mondjuk, hogy ha jövünk a szellemi gyógyítástól lefelé a lélekgyógyászathoz, a gyógyító szertartások azok ősi pszichoszomatikus módszerek. És Carl Gustav Jung, a modern pszichológiának az atya, azt mondja, hogy ezek azért működnek, mert egy kultúrában született embereket, betegeket, gyógyítókat, család, mert itt az édesanyák is tudják, a nagymamák is tudják, a szomszédasszonyok, a komasszonyok, ezt az egész világot azért működnek, mert összeköt minket a közös néplélek, a kollektív tudattalan. És ebben olyan rendező erők vannak, Rupert Sheldrake azt mondja, hogy morfogenetikus mezők. Tehát a gyógyító szertartások, a szavak, ugye mivel a teremtés nyelvét beszéljük, olyan szavak, hangok, rezgések vannak, amelyek tényleg megváltoztatják a biomágneses életterünket, az élettestünknek az információját, emellett a szimbólumok, a gesztusok, a számokkal kapcsolatos, igaz, a ritmus, tehát a gyógyításnak a ritmusa, mert tulajdonképpen a betegség az életritmusból való kiesés. És ezt természetgyógyászati, lélekgyógyászati és mentális módszerekkel, hittel, imádsággal gyógyítják, és nem csak ráolvastak, vagy ráimádkoztak, vagy együtt imádkoztak a beteg és a gyógyító, hanem külön, ahány napig tartott a gyógyító szertartás, annyi napig imádkoztatták a beteget. És azért csodálatos az imádságos gyógyítás, mert amikor mi imádkozunk, nem csak kifele fordulunk, a Jóistennek a gyógyító erejét kérjük, a Jézus hívjuk, ugye, a föld embernek született Istent, igaz, tehát Jóistennek a földi megtestesült segítőjét, nem csak, hogy őt hívjuk, és nem csak kifele figyelünk, hanem befele is. És dr. Ollá Andor írja az Újhold Új Hírkirály című könyvében, hogy amikor imádkozunk, 64-féle fiziológiai funkció megjavul. Megnyugszunk, feltöltődünk, megtisztulunk, a testünk gyógyul, és én rájöttem az én munkám során, és a könyveimben ezek meg is vannak, hogy szülni is, vajudni is, imádságos, meditatív, ellazult, a gondviselésben vetett hittel érdemes és jó, ez lenne a könnyű szülésnek a titka, és a gyógyulás is, és az öngyógyítás is ugyanilyen módon történik. Tehát ez a titok határán, és én úgy gondolom, hogy mi emberek sokszor hiába is ügyködünk, mert nagyon fontos a Jóistennek a kegyelme, és az, hogy mi megérdemeljük ezt a kegyelmet. Tehát mi emberileg mindent el kell kövessünk, hogyha nagy betegek vagyunk, és akkor a Jóistennek a kegyelmét megérdemelni. Ez a szellemi és lelki rétege, hát ugye nagyon röviden a magyar népi orvoslásnak és a szemléletmódnak, emellett egy külön világ és egy nagyon nagy tudás
a testnek az összetett gyógyítása. Tehát van, amikor csak a testet gyógyítjuk, de sokszor összetett módon. Például mondom, ugye most télidő van, hideg, nedvesség, fénytelenség, és ilyenkor ugye a hangulatbetegségek, a szívbetegségek, a reumatikus, az ízületi, a mozgásszervi betegségek és a légúti betegségek. Hát mit tettek a magyar népi orvoslásban? Hát az volt a lényeg, hogy a védekező rendszerünket erősítsék, aki öngyógyítás végzett, akit gyógyítottak. Tehát a magyar népi orvoslás abból áll, hogy hozzásegítjük önmagunkat a gyógyuláshoz. Hogyan? Izzasztással. Forró gyógyteát ittak, isznak ma is az emberek. A gyógynövényekben aktív biokémiai anyagok vannak, amelyek természetesek, tehát természetesen szívódnak fel a testünkbe, természetesen hasznosulnak, nincsen mellékhatásuk, sokfélét összetehetünk. Éppen a tegnap este kérdezték meg, hogy hát háromnál többet nem szabad. Hát kérdem, hogy te ezt honnan veszed? Hát úgy olvastam. Hát mondom, ilyet magyar füves asszony nem mond. Hát a legtöbb pirosposgás, 70 éves dolgozó asszonytól, mikor megkérdezem, hogy hogy bírják ezt a fizikai, meg lelki megterhelés munkát, azt mondják, hogy mi 10-12-féle gyógynövényt mindig összekerünk, és mindig azt isszuk. Tehát a gyógynövények azok gyógyszerek. És persze, hogy többfélét használhatunk, akár belsőleg, akár külsőleg, és az a csodálatos bennük, hogy egymás mellett egymás erősítik a gyógynövények, ugye egy mezőn, egy réten. Hát a 100 éves Pálfiregi néni Aranyos mentén, Torda mellett, Erdélyben azt mondta, hogy régen meggyógyította az embereket a mezei jóság. Annak az orvosai voltak a régiek. Visszatérve a légúti betegségekhez. A gyógynövények többféle betegséget gyógyítanak. Például a menta, fodormenta, borsmenta, ugye? Légúti betegségek, májbetegséget, emésztőszervi betegséget, nyáron a nagy hőségben hűtenek, tehát sokféleképpen, vagy például ezerjófű, hát elárulja ugye a nevéről, vagy a cickafarok. Mit csináltok? Sokféle gyógynövényt összefőztek, vagy megáztattak forró vízben. Amikor egy kicsit kezd fájni a torkunk, vagy meghűlünk, mentát, zsáját, cickafarkot, körömvirágot, kamillát, kakukkfüvet, a szegények antibiotikumát, egy jó forró teja, be a jó meleg ágyba, sokszor megvasalták az ágyat, és az volt a lényeg, hogy kiizzadjanak, mert az izzasztás az egy immunstimuláló módszer, ugye, amellett a teja a légutakat feltöltleníti, a torkunkat feltöltleníti, és lehet egy kis melegített sót tenni a torokra, vagy egy gyapjukendőt, vagy olyan is van, hogy a fokhagymát, vagy a fokhagymának a szárát megfőzték, a levét megitták, és a nyakukra kötötték, vagy egy kis vizes ruha, ugye ez is egy népi kifejezés, mondjuk az is pakolásnak, borogatásnak, vagy sót tettek a gyógyteába, gargalizáltak, vagy inhalálták, vagy ugye a légtérbe párologtatták ezt a sok gyógynövényt. Ugye hát például a fokhagyma, amiről beszéltem, természetes antibiotikum, allicin van benne, baktérium, vírus, gombaölő, vitalitás növelő, immunerősítő, maguk a gyógynövények, fertőtlenítő, baktériumölők, köptetők, nyálkaoldók, tehát nagyon sokféleképpen lehet. És ugye az ágynyugalom. Tehát mindig minden betegség nekünk azt mondja, hogy valamit vétettél magad ellen, a Jóisten ellen, a lelked ellen, és egy kicsit álljál meg, forduljál befele, törődjél magaddal. Tehát úgy gondolom, hogy amikor betegek vagyunk, az azért van, hogy egy kicsit pihenjünk, egy kicsit álljunk meg, egy kicsit gondolkodjunk azon, hogy vajon miért történik ez. Hát ez nekem most nagyon jól jött, mert légútilag éppen nem vagyok éppen jól, és bár többféle módon kúrálom magam, de azért most még újabb ötleteket és tudást merítettem abból, amit mondtál, és ezek is hasonló, hatalmas tudásanyag. Itt van a gyönyörű 6 könyvedben megörökítve. Kérlek, hogy mutasd be ezeket a könyveket. Miután
Mielőtt bemutatnám, még egy mondatot kérnék, hogy bemutassam teljesen a magyar testi gyógyítást. Tehát csak felsorolnám a módszereket. Ugye beszéltem a gyógynövénygyógyászatról. Emellett van a fűszergyógyászat, gyógyélelmiszerek, vannak a természeti elemek, tehát a napfénykúra, a hőterápia, a hidegkúra, a váltott hőhatással való gyógyítás, az agyaggal, külsőleg, belsőleg, a vízgyógyászat, a vízkúrák, a levegőkúra, erdőlevegő, sóballanglevegő. Egy másik nagy csoportja a gyógyászatunknak a manuálterápiák, vagyis a masszázs, népiesen a kenés, népiesen a csontkovácsolás, megtaposás, rálépés, modernül úgy mondjuk, hogy kinetoterápia. Emellett nagyon jó módszer az energoterápia, úgy is, hogyha imádkoznak és úgy gyógyítanak, vagy egyszerűen a bioenergiájuk. Nagyon jó módszer a köpölyözés, vagyis vákumterápia. Ugyanilyen jónak tartom az emberi váladékokkal való gyógyítást, ebben például a saját vizeletterápiát, amelyik az információs orvoslásnak az egyik módszere és homeopatikus szemlélettel is lehet nézni. Azon kívül megint csak ősi módszer a színterápia, és létezik nekünk még színterápián, de sajnos már csak a tibeti és indiai és kínai orvoslásnak a rendszerében, a filozófiájában lehet megmagyarázni, mert már mögüle eltűnt a tudás, de még gyakorolják. Ugyan ide tartozik az ásványokkal, vagy a kristályokkal, vagy a féldrága kövekkel való gyógyítás. Nagyon fontos csoportja a mi orvoslásunknak az alkoholos gyógyítás, gyógynövénytintora, gyógybor, gyógypálinka, külsőleg borsos pálinka, pakolásnak, reumatikus betegségeknek, tehát ilyen bedörzsölőknek. Ez is a mi eszköztárunk. Még módszer például a méh szórással való gyógyítás, a csaláncsípéssel való gyógyítás, tehát egy egész világ. Például a gyógynövényekből lehet hideg vízben áztatni, lehet infúziót készíteni, teát, gyógynövényfürdőt, szénafürdőt, szénamúrvával való gyógyítás, lehet gyógynövényfürdőket főzni, lehet kenőcsöket, íreket főzni, tehát egy nagyon nagy változata van, és akkor most térnék rá a könyveimre, hogy a könyveim tulajdonképpen gyakorlatban mondják el, amit én nagyon röviden próbáltam érzékeltetni, tehát tudományosan megírt kézikönyvek az én könyveim. És mutasd is a kamerán. Jó, megmutatom. Hát az első könyvemnek az eredeti változata a magyar természetgyógyászatról szól, ugyanis a hőskorszakban még a 90-es évek közepén kértek fel otthon Marosvásárhelyen, hogy írjam a természetgyógyászati anyagokat, tegyek közzé, tehát természetgyógyászati sorozatokat írtam, azokat szerkesztettem bele, de már 2000 tavaszától neki már kezdtem gyűjteni a magyar népi orvoslás bábaságot, tehát már van benne anyag, és ez a bővített változata a könyvemnek, az a története, hogy a magyar természetgyógyászat és népi gyógyászat mellett rábukkantam erre a csodálatos témára, a samanisztikus szértalanra, vagyis tártos gyógyászatra, és kibővítettem az idén az első könyvemet, most már 416 oldal, tehát könyv a könyvben tulajdonképpen, és fotókkal is bővítettem, hogy hogyan őrződött meg az ősi pneumatan, tártos gyógyászat a népi orvoslásban. A második könyvem szintén egészségünkért névre hallgat. Itt vagyok Demse Kati nénivel, a Csángó asszonnyal, ahogyan beszélgetek. Csak magyar népi orvoslás, mert a megkezdett népi gyógyászati anyagot dolgozom fel, és gyermekáldás bábasság a magyar néphagyományban. Nagyon fontos témának tartom, nagyon nagy tudása van az életadásnak is a Kárpát-medencében, Moldvában, és Nyíregyházára meghívtak 2003-ban országos szülésznői konferenciára, és külön díjat adtak a nőgyógyászok, ugyanis a meddőség, a várandóság, a vajudás, a szülés,
korai gyermekágy, késői gyermekágy, gyermekgyógyászat, csecsemőgondozás, nagyon nagy értékeink vannak. Most írom az erdőszóló könyvemet, Gyermekáldás bábasága magyar néphagyományban. A következő könyvem Élő népi gyógyászatunk a címe. Itt a hátsó borítón Timán Viktor bácsival vagyok, a Gyimesi Csonkovácsa a zenésszel. Teljesen más gyűjtés 2004 és 2010 között. 50 gyógyító adatközlőnek a portréját megörökítem benne, és ezt a könyvet úgy írtam, szerkesztettem, hogy én teljesen a háttérbe vonultam, vagyis az adatközlőknek a tájszólása, a gondolatmenete, a mondat fűzését teljesen eredetileg benne hagyom, és lábjegyzetbe, ahol először találkozunk a magyar népi gyógyító módszerrel, azoknak az orvosoknak a könyvéből igazolásul és alátámasztásul szemléltetem. Hát tulajdonképpen a módszerek önmagukért beszélnek, de azért mégiscsak, hogy legyen egy kis tudományos bizonyítéka annak, hogy a mi orvoslásunk helyes és olyan érték, mint a világ többi hagyományos orvoslása. Dr. Csedő Károly, aki Marosvásárhelyen orvos professzor volt és népi gyógyászatot kutatott, valamint Rácz Gábor, orvos professzor, Rácz Gáborné, Kotilla Erzsébet, ők könyveket írtak a népi orvoslásról, és ahol előfordul az a gyógynövénykúra, ott az orvosoknak a könyvéből szemléltettem a lábjegyzetbe. Ugyanígy benne van a harmadik könyvemben Dr. Olá Andornak a tudása, a könyvei, Dr. Grinausz Tamásnak, Pokorni Lászlónak, tehát a szakembereknek. A következő könyvem egy úti könyv, Lélekföld, Tibet, Belső Mongólia, és egy hónapig voltunk Belső Mongóliában, Tibetben, Kínában. Dr. Obrusánszki Borbála, mongolista, történész, nyelvész asszony vezette expedícióban, és nagyon sok színes fotót szerkesztettem, és 300 fotót ebbe a könyvbe. Én írtam az expedíciónak a naplóját, különben is mindig naplóíró ember voltam, és vagyok, és én főleg e hónap alatt a születéssel kapcsolatos szokásokat kutattam, a mindennapi életben, múzeumokban, könyvtárakban, könyves üzletekben néztünk, hogy miket találunk még ma, és a konyha, az egészségkultúra és a gyógyászat területén. És itt mondom el, hogy például a forróvizes ivókúra, amelyet még őriznek mindenhol keleten, a mi gyakorlatunkban is benne van, mert 90 éves férfi Székelyföldön, udvarhelyen, mikor megkérdeztem, hogy minek köszönhető, hogy egészséges 90 évesen is dolgozik, azt mondta, hogy a forróvizes ivókúrának. Tehát ez egy nagyon jó gyógymódszer és egészségmegőrző módszer, de nem csak a testünket gyógyító módszerek vannak olyanok, amelyeket még keleten őriznek, hanem például a jelképes újjászületés, vagy a gyógyforrások melletti áldozás, a fára akasztott rongyok, vagy például a szimbólum gyógyászat. És még nagyon sok gyakorlat, főleg gyógyító szertartások, tehát ez az, ami minket, magyarokat összeköt kelettel. Az ötödik könyv, amelyet hoztam, a Magyarok Amerikája, a kanadai és Egyesült Államokbeli magyarokról szól, és Gazda József tanárúrral, közíróval voltunk legelőször Amerikában, tulajdonképpen 7 hétnek a krónikája, ugyancsak fotókkal, és a magyar közösségeket látogattuk. Tehát egyéni interjúkat készítettünk, hogy miért voltak kénytelenek elmenni a szülőföldjükről a magyarok, hogyan őrzik magukat magyarnak, a gyermekeiket. Tehát ez nem is Amerikáról szól, hanem az ottani magyarságról. Igen, tehát a Magyarok Amerikája a Kanadában, Egyesült Államokban élő magyarokról szól, és az én nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a magyarok sikeres emberek a nagyvilágban.
Tehát mindenhol becsülik a magyarokat. És fájdalommal mondom, hogy minél messzebb megyünk a Kárpát-medencéből, annál nagyobb becsülete van a magyarnak. Mert ugye megbízható, dolgos emberek a munkahelyükön is. Nagyon sokszor összefognak magyarok, és úgy dolgoznak együtt, tehát közösségben. Hát persze vannak mindenhol széthúzások nagy bánatomra, de nagyon sok jó derék magyar ember él a nagyvilágban. És egy mondatot idéznék nagyon kedves barátomnak, Kenesei Csabának, Svájcban él. Van egy olyan megjegyzése, hogy az emigráció betegség. Hát valóban. Azt kell mondanom, hogy magyar betegség. És a mi könyvünkben, a Magyarok Amerikájában ezek a magyar dolgok vannak, és a naplóink. Tehát a tanár úr is gyermekkorától naplóíró, én is. És ugyanazokon a helyeken jártunk, ugyanazokkal az emberekkel beszélgettünk, és teljesen más ír le egy férfi a világból, és más ír le egy nő. Hát ez így van. És ezért is különösen érdekes, mert általában ezek az útleírások férfiaktól szoktak érkezni, és te női szemmel írtad le ezeket. Ilona, viszonylag ritkán lehet itthon nálunk a könyveiddel találkozni. Hol szerezhetők ezekbe, és hogyan? Molnár Jóska bácsinak a műhelyében, ott is vannak könyveim, Dr. Őri Ajándoknak a rendelőjében, az Erdélyért könyvesházban, Budapesten, valamint Debrecenben, Darulci Zoltán természetgyógyász kollégámnál vannak még, és van Szegeden is egy hölgynél, tehát az országban árulják, és én is elég gyakran járok Magyarországra. Azt is elmondhatom, hogy most már egy jó pár éve a nyaraimat Magyarországon töltöm, mert gyógynövénytúrákat vezetek, mert egészségtáborokba hívnak, természetgyógyász táborokba. Tehát én mindig örömmel jövök, és azt kell mondanom, hogy bárhová, ahová meghívnak, nagyon örömmel megyek, mert én úgy gondolom, hogy nekem ez a hivatásom. És valahol ez egy feladat is, nem csak nekem, hanem mindannyiunknak. És főleg az asszonyokat szólítanám meg, mert a családoknak az egészsége azért nagyjából az asszonyokon múlik, hogy mit főzünk, és itt mondanám el, hogy a magyar népi konyha, és ebben a szegény paraszti konyha megfelel a modern táplálkozás tudomány követelményének. Tehát, hogyha az örökölt étrenden élünk, egészségesebbek vagyunk. Ehhez hozzátartozik persze a méretteredítés, a bőjt is, ugye a szervezetnek az időnkénti megújítása, megfiatalítása, kitisztítása, és amikor bőjtölünk, méretterenítünk, a hagyományos módon, minden pénteken, húsvét előtt, karácsony előtt, bizony, most igen, bőt időben vagyunk, és bizony sok népszokás. Így van. És a harmadik könyvemben, az élő népi gyógyászatunkban egy külön fejezet van a magyar népi konyháról. Pontosan ilyen szempontból is. Tehát amikor bőtölünk, nem éhezünk, mert nagyon sokféle finom étel van, bőti étel, ugye húsmentes étel. Tehát azt mondanám, hogy táplálkozzunk magyarul, méretelenítsünk, bőtöljünk magyarul, fogadjuk a gyermekeket, akik hozzánk akarnak születni, a családra vigyázzunk, a közösségünkre vigyázzunk, a népszokásainkra. Ugye most is a tegnap este beszéltél, hogy milyen bő az adventi népszokások. Azért nálunk is még gyakorolják. A könyveimet én is szoktam hozni Magyarországra, gyakran hívnak előadni, és nagyon szívesen elmondom, ahová meghívnak. És úgy gondolom, hogy mindannyiunknak ez a hivatása. Tehát én elmegyek, összegyűjtöm, megírom, kiadom, és akkor azt szeretném, ha én egy mustármag lehetnék ebben, hogy ismét magyarul éljünk. Hát ez nagyon-nagyon szép, és teszel is ennek érdekében, és meg is előzted utolsó kérdésemet, illetve előkészítetted, hogy mik a legközelebbi terveid, mire készülsz, mi foglalkoztat, mi az, amit különösen fontosnak tartasz? Én most a 8. könyvemet írom, a gyermekáldás bábasság a magyar néphagyományban. Még falu monográfiát is írtam néprajzos kolléganőmmel, Kijén Irénnel, Vadad, Erdély gyermeke, ez a címe. Azról nem én diszponálok.
de nagyon foglalkoztat és nagyon fontos a bábasság, a gyermekáldás. És már amikor egy bába volt az édesanyja mellett, az már egy lepusztult állapota a magyar nemzetnek. Mert mindig asszonyközösségben, és imádkozva, és tiszta szoba, szent tér kialakítva, tehát egy nagyon gyönyörűséges gyakorlat. A nehézkesek imádsága, tehát már a szülés előtt lévő asszony mentálisan, érzelmileg készítették fel, csodálatos világ. Engem nagyon foglalkoztat, és már 17. éve ezen dolgozok az új könyvemen. Tehát ez lenne a tervem, hogy a Jóisten segedelmével nyárára meglegyek, hogyha valaki úgy érzi, hogy engem ebben támogathat, én teljesen magánúton végzem a gyűjtéseket, akkor én nagyon szeretettel és örömmel fogadnám a gyűjtőmunka, a feldolgozó munka, a könyveknek a megjelentetésére jó lenne egy kis segítség, bármilyen segítség. És az lesz a címe, hogy Isteni folyamat. Mert tulajdonképpen a fogamzás is, a várandóság is, a születés is, az egy isteni folyamat. És az egy titok. És ez nem egy orvosi dolog. Még a szülésre. Én azt látom, hogy mire a mai nők oda jutnak, hogy szüljenek, már fogyasztóvá nevelik, vagy idomítják őket, mire oda kerülnek. A régi asszonyok sokkal jobban el tudták fogadni a dolgokat, amik vannak. És azt látom ma, hogy megfélemlítik az asszonyokat, és félrevezetik, sajnos. Ezt kell mondanom. Hát még sok könyvtervem van, mert hát most már egy kicsit nem ártana szünetet tartani a sok könyvírásba, de hogyha majd úgy érzem, hogy megint lesz egy nagy ráhangoltságom, meg erőgyűjtésem, ugye, mert ez egy nagy munka egy könyvet írni, akkor én nagyon szeretném megjelentetni a szertartásos magyar népi gyógymódokat, ami egy nagyon érdekes, és nagyon sok anyagom van, csak azokat ugye össze kell szerkeszteni, meg kell írni. Gyönyörű anyag. Igen, gyönyörű anyag valóban. És rengeteget rejtenek ebből a magyar népi gyerekjátékok, a gyerektalok, amiket ismerek. Igen, az is. Igen. Hát ugye a gyermekjátékokból. A szertartásos. Persze, a népszokásokból. Igen. Nagyon fontos. Hát én azt kell mondanom, hogy a népi teológia és a régi világkép szerinti gyógyítás. Akkor még lenne anyagom egy teljes kötet a racionális népi gyógymódokra. Uh-huh. Beszeretném fejezni az indiai könyvemet, az is nagyon szép téma. Meg szeretném írni a perzsiai utamat. És írtam egy sorozatot a szülőfalumnak az újságjában, Magfalvi tekintőbe, a Kárpát-medence és moldvai közösségek, gyógyítók. És ezt is beszeretném fejezni, hogy a Kárpát-medencében, Moldvában hogyan is élünk, hogyan is vagyunk. Hát ezek nagyon-nagyon szép, és önmagukban is kerek egész tervek, és különösen megragadott az, amit most írsz, ez a bábaság szülészet témakör, mert hiszen a Dunántúli hitvilága, a jötengrit is azt mondja, hogy azé a magyar föld, aki beszaporodja. És ez olyan ügy, és olyan össznemzeti ügy, amin a megmaradásunk is múlik, és én azt hiszem, hogy ez az ügy minden támogatást megérdemel. Köszönöm veled a beszélgetést, köszönöm azt, hogy itt vagy velünk, és hát örömmel várjuk a további munkádat. Köszönöm szépen a meghívást, a megtiszteltetést, hogy itt lehettem, és amellett, hogy én írok, továbbra is úgy gondolom, hogy az a feladatom, hogy ezekről beszéljek, eladásokat tartsak, tanfolyamokat, és ezeket gyakorolom is. Tehát én gyakorló természetgyógyász is vagyok, és amikor valaki eljön először hozzám, először mindig elbeszélgetek vele, tehát a gyógyító beszélgetés, és közben azon gondolkodom, hogy ezt az élethelyzetet, vagy ezt a betegséget hogyan gyógyítják magyarul. Tehát ez az én munkám, és köszönöm, hogy erről beszélgettem. Mi köszönjük?